Adventi gyertyagyújtáshoz készültek szerencsén a Rákóczi vár udvarán december 4-én, mielőtt ez megvalósult volna, a Mikulás látogatott el a jelenlévő gyermekekhez, és ajándékokkal is készült a számukra. Szarvas Péter, római katolikus plébános osztotta meg ünnepi gondolatait, amelyben felhívta a résztvevők figyelmét, hogy adventszent időszaka a készülődés ideje. Az ember mindig, ha valami nagy dologra készül, vagy a sodára vár, akkor mindig jelen van az izgalom. Közel 2000 évvel ezelőtt olyan csoda történt, ami a világtörténelemben egyszer válik valóra, és megismételhetetlen, hiszen az Isten emberré lett. Évről évre, karácsony ünnepén ezt a csodát ünnepeljük. Ebben az időszakban minden hívő keresztény ember készül erre az ünnepre, hogy bennünk újra megszülessen az Isten fia. Mindez megvalósulhat, hiszen az Isten újjá akar bennünk is születni, és ez adja meg azt a csodálatos dolgot, amit úgy hívunk, hogy remény, hangsúlyozta Szarvas Péter atya. Az első gyertya a hit ajándékának a gyertyája, amelyben elfogadjuk az Isten nagy tetteit ebben a nagy világban. A remény gyertyája, amelyben meg tudjuk érezni, hogy Isten nagyon szeret minket, közeledik hozzánk, és a mi gyarlóságaink ellenére is meghozza az újjászületésének a reményét. Ez az élmény tud erőt adni, hogy sokszor a sötét esti órákban, amikor a legsötétebbek az esték és a legrövidebbek a nappalok, pici kis fénnyel megújítsuk a reményt. Mert az Úr közel és hamarosan érkezik az örök világosság, ahogyan őt nevezzük, újra elindítja a fényt, a ragyogást az életünkben is, emelte ki Szarvas Péter atya. Szarvas Péter római katolikus plébános, a Bolyai János katolikus általános iskola tanulói és a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum diákjai közösen gyújtották meg az adventi koszorún a remény gyertyáját. A Bolyai János katolikus általános iskola tanulói adventi énekekkel készültek az eseményre. Megígérte jövetelnét a messiásra, keljünk fel hát valamennyien, angyal nekünk is üzen. Induljunk az Úr Jézushoz frissen észében, induljunk az Úr Jézushoz frissen észében. A Bocskai István katolikus gimnázium és technikum diákjai is műsorral készültek, Plaszkó Kamilla Sillei Jenőtől az Advent című dalt énekelte, Mezősi Ákos gitáron kísérte. Némaság köszön, és senki nincs, ki fénylő jelet gyújtson az éjszakán, jöjje hát Istenem. Takács Viktória adta elő az Itt vagyok most jó uram éneket. A Kóna Vali zenekar káprázatos műsorral varázsolt el a közönséget. Szerencsváros önkormányzata süteménnyel és forró tával kedveskedett a résztvevőknek az ünnepi műsor után.